tornádó Orosházán, villámárvíz a szlovákiai hegyekben, komoly károkat okoztak az ivatarok. Túl a 4,7 millión, egyre közelebb az 5 milliós határ. Vakcina van, csak a jelentkezők számán múlik az oltási tempó. A Sinopharmot is elfogadják az osztrákok a WHO ajánlása alapján, holnap kezdődik a lazítás Ausztriában. És példátlan bevándorló roham az afrikai spanyol városokba, hatalmas tömeg jön Európába, Brüsszel kvótákat akar. Ez a híradó este 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Csak nem 100 000 első és második körös oltást adtak be tegnap az országban, így újabb lépést sikerült tenni az 5 millió beoltott és az újabb lazítások felé. A reggeli adat szerint meghaladta a 4,7 milliót azoknak a száma, akik már megkapták az első oltást, és csak nem 2 millió 750 ezeren túl vannak, már a másodikon is túl voltak reggel ennyien. Azóta értelemszerűen emelkedett mindkét szám, mert ma is oltották még a 16 és 18 év közöttieket országszerte, és az idősebbek is kaptak oltást többfelé házi orvosoknál, kórházi oltópontokon. Hamarosan mutatjuk a részleteket a járványról. Előtte azonban a tegnapi viharokról. Nagyjából 400 helyre hívták a tűzoltókat, Orosháza egy részét letarolta a vihar. A helyiek szerint tornádó lehetett, mert többen látták, vagy látni vélték a földig érő felhőtölcsért. Kis területen okozott hatalmas károkat, szerencsére nem sérült meg senki. Holnapra is több megyére figyelmeztetést adtak ki a sok eső, illetve a zivatarok miatt. Tegnap 18 óra után néhány perccel az egyébként viharos erejű szél átalakult tornádóvá forgó széllel, és nagyon lokálisan mindössze körülbelül olyan 4 utcányi, tehát néhány száz méternyi területen kicsavart jó néhány fát. Akkora pusztítást hagyott maga után a hétfő esti vihar, hogy még kedden is megállás nélkül dolgoztak a szakemberek Orosházán. A romok eltakarításából a lakók is kivették a részüket, ott segítettek, ahol csak tudtak. Ugyanis ahol még egy nappal korábban fenyőkből álló fa sorált, most kicsavart fákat, a földből kiálló gyökereket lehetett látni. Hatalmas pusztítást végzett az átvonuló vihar, ami percek alatt fordította ki a földből a 10-15 méteres fákat. A nyírfák összeértek, pedig még soha nem láttam úgy őket. Hát mondom, megnézem már, hogy maradt-e még a virága az erkélyemen. Ide jöttem is, abban a pillanatban, de előtte volt egy hatalmas csattanás. Az, hogy villám volt, vagy mi volt, azt nem tudom megmondani, és egyszer csak megláttam, hogy erre is dől a fa, amarra is föl, csak eszméletlen olyan ködös sötétség volt egy pillanatra. Másfél perc alatt elment az egész. Már lenn is voltak a fák. Csak a szerencsének köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt. A fák ugyanis nem a házak irányába, hanem a szabad füves terület felé dőltek. A kár azonban így is tetemes, mert a szélvihar megrongált a házak tetőszerkezetét is. Hatalmas szél kerekedett egyik pillanatra a másikra, gyakorlatilag, amikor kinéztem az ablakon, akkor azt láttuk, hogy fölgyűri a tetőt és viszi a kukákat. Gyakorlatilag az utcába repült minden, ami mozgatható volt. A tűzoltóknak több helyszínen is intézkedniük kellett. A városhivatásos tűzoltói láncfűrész, létra és emelőkosaras jelmi segítségével a útteste és épületekre dőlt fágokat eltávolították, majd a megsérült tetőszerkezeteket ideiglenesen kijavították. Máshol is rombolt a vihar. Egerben szintén tetőket bontott meg. Országszerte csak nem 400 helyre riasztották a katasztrófa védelmet. Szlovákiában még durvább a helyzet. A Garam folyón és több kisebb patakon villámáradást okoztak a hevészivatarok. Zólyomtól nem messze a Garam átszakította a töltést, egy embert elsodort a víz, később holtan találták meg. Kassa környékén is több település víz alá került. Feje tetejére állt kutyaház, egy kerítésen fennakadt autó és egy leszakadt lökhárító. Ez csak a töredéke azoknak a károknak, amelyek akkor keletkeztek, amikor átszakadt egy gát a szlovákiai Garamrudnón. A hirtelen jött nagy víztömeg mintegy 20 autót sodort el és házakat tett lakhatatlanná. Gázkályhánk és fatüzelésű kályhánk is van bent, de mind a kettő víz alatt. Szinte biztos, hogy egyiket sem fogjuk tudni használni, mondta egy lakos. A katasztrófa védelem munkatársai megpróbálták megállítani az áradást, és elkezdték evakuálni az embereket. A hatóságok jelentése szerint a községben egy halálos áldozata van az áradásnak.
Nem ez az első eset, hogy a falu víz alá került. 27 éve éppen ezért építettek gátat, amely jól működött, legalábbis eddig. Átszakadt az a gát, amit egy hasonló eset miatt építettek 1994-ben. Most minden víz alatt van. Nem tudjuk, mekkora károk keletkeztek, nyilatkozta a polgármester. Tűzoltók szivattyúzták a vizet egy pincéből az 50 kilométerre fekvő Tőkés új faluban is. Több mint 3 órán át hömpölygött a víz az utcákon, itt is óriási a kár. Talán 1 órát sem esett az eső, amikor a víz mindent elöntött. Időnk sem volt felocsúdni, több mint 20 éve nem láttam ehhez hasonlót, mondta egy lakos. A településen válságstábot állítottak fel a katasztrófa helyzet megoldására. Azonnal elkezdtünk homokzsákokat tölteni, és próbáltunk mindannyian védekezni, de látjuk, hogy szinte semmi haszna nem volt, így is betört a víz szinte mindenhová. De nem ez az egyetlen probléma, ahogy látjuk, a talajvíz is emelkedik, ismertette a helyzetet a polgármester. Kedd délelőtt Szlovákia miniszterelnöke Eduard Heger részvétét fejezte ki a Garam-Rudnói áldozat hozzátartozóinak. A hatóságok árvízriasztást rendeltek el az ország több pontján is. Partot ért a Tauktae ciklon India északnyugati részén. Több mint 20 éve nem volt abban a térségben ilyen erős vihar, 200 km per órás széllökéseket is mértek. Mumbai-nál a szél miatt felborult egy hajó, csak nem 100-an eltűntek. A járvány elleni védekezést is nehezíti az ítéletidő, és a ciklon észak felé, tehát a Himalája irányába tart, ott több 100 hegymászó kerülhet bajba, köztük magyarok is, az erős havazásban. Egy megfeneklett uszályról kellett kimenteni az embereket Mumbai közelében. Az állami olajtársaság hajója hétfőn futott zátonyra, miután a térséget elérte a Tauktae ciklon, a viharban pedig a jármű irányíthatatlanná vált. Minden reményt elvesztettünk, nem gondoltuk, hogy megmentenek minket. A hajó gépházát elöntötte a víz, egész éjszaka szivattyúztunk, mondta az egyik kimentett munkás. Az ítéletidő miatt az olajtársaság egy másik hajója el is süllyedt az Arab-tengeren. A fedélzetén lévő 273 emberből 96-ot még mindig keresnek. Mumbait hatalmas hullámok ostromolták, a víz a partmenti utat is elöntötte. A csaknem 20 milliós nagyvárosra 180 km per órás széllel és heves esőzésekkel csapott le a vihar, rövid idő alatt folyókká változtatva az utcákat. Mostanra a ciklon trópusi viharrá szelídült, valószínűleg néhány óra vagy egy kicsivel több idő múlva még alacsonyabb besorolást kap. Gyakorlatilag a szárazfölddel való találkozás annyira legyengítette, hogy mire eléri Gujarat államot, addigra a leggyengébb viharszintet éri csak el, magyarázta az indiai katasztrófa védelem vezetője. A hivatalos jelentések szerint a szél csaknem 40 ezer fát döntött ki. Gujarat államban 2400 település maradt áram nélkül a leszakadt elektromos vezetékek miatt. A hatóságok elővigyázatosságból több kikötőt és repteret is lezártak, mielőtt az ítéletidő elérte volna India északnyugati államait. A partmenti halászfalvakból pedig több mint 200 ezer embert kiköltöztettek. Az egészségügyi szakemberek aggódnak, hogy a zsúfolt menedékhelyek a koronavírus gócpontjaivá válnak. Bár a járvány enyhült a térségben, a kórházak még tele vannak, ezért a ciklon közelettével több száz fertőzöttet szállítottak át, hogy felszabadítsák az ágyakat. Több településen pedig fel kellett függeszteni az oltási kampányt. Itthon tehát átlépte a 4,7 milliót azoknak a száma, akik megkapták már legalább az első oltást. Talán a hétvégéig meg lehet az 5 millió, de ez kizárólag azokon múlik, akik még nem kérték az oltást. Vakcina van bőven, 6 féle oltóanyag közül lehet választani. Oltási dömping volt a kaposvári kórházban. Annyira népszerű a védőoltás, hogy a fiataloknak nyitott összes időpont betelt. 2 hete regisztráltam, és nagyon fontosnak találtam, hogy védett legyek a szeretteim miatt. A 16-18 évesek kampányoltása mellett a felnőtteknek és a krónikus betegeknek is beadták a védőoltást, továbbra is a biztonság a legfontosabb. A kényesebb pontokra rákérdezünk pluszba, tehát a gyógyszerérzékenységre még egyszer külön, hogy volt-e nagyon súlyos, olyan súlyos allergiás reakció, ami esetleg kórházi kezelést igényelt volna, illetve a krónikus betegségekre. Ezt követően pedig tovább engedjük őket akkor a nővérekhez, akik az oltást végzik. Szombathelyen 2-3 perces különbséggel adták be az injekciókat, így csak nem 1500 embert oltottak be. Ez egy olyan betegség, mint bármelyik másik, úgyhogy ha van rá védőoltás, én akkor fontosnak tartom, hogy
ezt beadassuk. Ez a társadalom szempontjából is fontos, hogy minél többen beadassuk. Az orvosok arra figyelmeztetnek, a második injekció után sem lehet elhagyni a maszkviselését és a sűrű fertőtlenítést. A másodoltás után azt mondjuk, hogy körülbelül 1-7-10 nappal komplettálódik, vagy teljesedik ki a védettség, hát addig mindenképpen vigyázni kell magunkra is, de utána is, a környezetünkre is. Energiája nincsen. Adategyeztetés, kikérdezés és jöhetett az injekció hódmezővásárhelyen is. A házi orvosoknál sincs megállás. Nagyon sokat számít az, hogy személyesen invitáljuk a betegeinket ide az oltásra, úgyhogy két kolléganőmmel dolgozok, és szerintem ez nagyon jól megy. Sokkal, én híve vagyok a személyességnek, és pár mondattal sokkal könnyebben be tudjuk őket hívni oltásra. Csongrád-Csanád megyében kétfajta vakcinával oltanak a praxisokban. Minden héten a megyei oltási munkacsoport az oltóanyagok allokációját a házi orvosokhoz az alapján végzi el, hogy az adott körzetben mennyi még a regisztrált oltásra várakozók száma. Így azt mondom, hogy könnyű dolga van a házi orvosoknak, mert aki oltóanyagot kap, annak van kereslete, van igénye, van még regisztrált oltásra váró paciense. Már több mint 4,7 millióan kapták meg a vakcina első dózisát, és ez a szám napról napra emelkedik, ugyanis folyamatosan dolgoznak az orvosok. A regisztráltak száma átlépte az 5 milliót, és 84%-uk meg is kapta már az oltást. És az ismétlő oltásokkal is jól halad Magyarország. Eddig csak nem 2 millió 750 ezer második dózist adtak be. Továbbra is az Európai Unió élmezőnyében van átoltottság szempontjából Magyarország. Itthon a lakosság több mint 47%-át beoltották már, szemben az EU-s 31%-kal. Szeretnénk azt, hogy az egész társadalmat, Magyarországot védetté tegyük. Magyarországon rövid időn belül bárki megkaphatja az oltást, mert vakcinabőség van, erről Müller Cecília beszélt. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, csak a védőoltásokkal lehet legyőzni a vírust, éppen ezért mindenkinek erkölcsi kötelessége, hogy beoltassa magát. Nem csak magunkat védjük meg, ez erkölcsi kötelezettség, hogyha valami van, ami segít, azt vegyük igénybe, éljünk vele, hanem az egész családunkat, és így nő a közösség, egyre többen leszünk védettek, és azt hiszem, hogy ez a biztos, tehát az egyéni védettség fogja megnövelni a társadalmi védettséget is. Reggelig 382 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 64 beteg. Csak nem 2200-an vannak kórházban, közülük 351-en szorulnak gépi lélegeztetésre. A gyógyultak száma már meghaladta a 640 ezer főt. Még mindig csak a lekötött vakcina mennyiség 22%-át szállította az Európai Unió, ez derül ki a kormány összesítéséből. A legjobban teljesítő nyugati gyártó a Pfizer, amely ma újabb 330 ezer adagot szállított. Eddig az Unióból 5,3 millió adag vakcina jött. Ha összeadjuk a beadott első és második oltások számát, akkor viszont látszik, hogy már csaknem 7,5 millió adagot adtak be a magyar orvosok, ehhez képest az 5,3 millióhoz képest, tehát nem sikerül lehetett volna ennyi embert beoltani a Sputnik és a Sinopharm vakcinák nélkül. Az orosz gyártó már a teljes lekötött mennyiséget leszállította, de a kínaiak sem állnak rosszul, a vállalásuk 90%-át már teljesítették. Jó sok szám van itt, meg jó sok név, reméljük, hogy ez alatt a néhány másodperc alatt azért át tudják nézni a táblázatot. Majd mutatjuk 9-kor is. Lecsengőben van a járvány, így fogalmazott Galgóczi Ágnes, de ennek ellenére a korlátozó intézkedéseket be kell tartani. A csökkenő esetszámok és az oltottak számának növekedésére ellenére is be kell azért még tartanunk a higiénés, illetve járványügyi korlátozó intézkedéseket. A maszkviselés, a távolságtartás, a szellőztetés és a tüsszentési etikett betartása továbbra is fontos. A második körös oltásokat sem szabad elhanyagolni, akinek időpontja van a második körös részoltásra, az menjen el, éljen az oltás lehetőségével, hiszen ezzel egy teljesebb és hosszabb távú védettséget lehet kialakítani. Meghosszabbította az országgyűlés a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet egészen őszig. A kormány szerint a járvány még nem ért véget, előfordulhat, hogy újabb mutáns vírusok ellen is védekezni kell, ez indokolja szerintük a hosszabbítást, de ha nagyon-nagyon jól alakulnak a dolgok nyáron, akkor előbb is visszavonhatják. A baloldali pártok nem támogatták a hosszabbítást, szerintük eddig is rosszul védekezett a kormány.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 128 igen, 57 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kedd délelőtt a parlament nagy többséggel meghosszabbította a koronavírus törvény hatályát. A döntés értelmében az országgyűlés őszi ülésszakának első ülésnapját követő 15. napig a veszélyhelyzeti kormányrendeletek továbbra is érvényben maradhatnak. A kormány korábban többször hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó világjárvány miatt szükség van rá, hogy a törvényhozás is gyorsan cselekedjen és reagáljon az új kihívásokra. Ezért szükséges a vészhelyzet fenntartása. Ez a meghosszabbítás kizárólagosan azt szolgálja, hogy az ország cselekvőképessége és védekezésre vonatkozó képessége az biztosított maradjon. Véghatáridőt tartalmaz, éppen korábbi ellenzéki kritikákra is tekintettel tartalmaz véghatáridőt. Gulyás Gergely akkor hozzátette, ha a kormány azonban úgy értékeli, hogy nincs már tovább szükség ezeknek az intézkedéseknek a fenntartására, akkor akár korábban is megszüntetheti azt. Az országgyűlés elé beterjesztett javaslat indoklásában azt írják, a járvány elmúlt egy éve bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgálták a gyors döntéshozatalt. A legfontosabb törekvés, hogy Magyarország mielőbb maga mögött hagyja a járvány időszakát. A parlament döntése értelmében tehát fennmaradhat a kijárási tilalom, amely jelenleg éjfél és hajnali 5 óra között van érvényben. Az üzletekben este 11-ig lehet vásárolni. Fennmaradhat az ingyenes parkolás és például a közterületi maszk használat is. Valamint június végéig biztosan érvényben maradhat a hiteltörlesztési moratórium is. Ez a rendkívüli jogrend teszi lehetővé az ország újranyitását is, hiszen védettségi igazolvánnyal egyre több szolgáltatás elérhető már. A korábbi teljes záráshoz képest ma már ezzel az igazolvánnyal újra látogathatók többek között a szállodák és az éttermek, a fürdők, a kulturális és sportesemények, az állatkertek, valamint az edzőtermek. A rendelet értelmében továbbra is kerülendő azonban a csoportosulás, és fennmaradtak a családi rendezvényekre vonatkozó tavaly novemberi korlátozások is, igaz a lakodalmakra vonatkozó szigorítások május 28-ától enyhülnek. És 5 millió beoltott felett várhatóan lesznek még enyhítések. 10 millió maszkot ajánlott fel egy kínai vállalat a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsnak. Ugyanez a társaság már tavaly is 11 millió maszkot adományozott az országnak. Soltész Miklós államtitkár szerint az elmúlt másfél év is igazolta, hogy helyes döntés volt a keleti nyitás. Ha belegondolunk, akkor lélegeztetőgépből mennyit tudtunk Kínából beszerezni. Ha belegondolunk abba, hogy az a segítségnyújtás, amely tavaly a Csifu csoporttól 11 millió maszkot jelentett, egészségügyi maszkot, ebben az évben pedig 10 milliót, ez is hatalmas nagy dolog. És ha abba belegondolunk, hogy ha nem nyitottunk volna keleti irányba, akkor nem lettek volna keleti vakcinák. Márpedig keleti vakcinák nélkül nem állnánk ilyen jól az oltakozásban. Átvette a közmédia évembere díjat Karikó Katalin. Az MTV a minden évben díjazza azokat, akik maradandót alkotnak. 2020-ban Karikó Katalinra esett a választás a koronavírus elleni vakcina kifejlesztése miatt. Azt mondta a kutató, hogy minden elismerés jól esik neki, de a legjobban azoknak a leveleknek, visszajelzéseknek örül, amelyekből kiderül, hogy az emberek számára mennyire fontos, hogy megkapták a vakcinát, és végre biztonságban érezhetik magukat. 2020. december végén választotta a közmédia Karikó Katalint az évemberének. A koronavírus járvány miatt azonban eddig nem volt rá lehetőség, hogy személyesen is ellátogasson az MTV a székházba, melynek előcsarnokában óriás plakát hívja fel a figyelmet a világhírű magyar kutatóra. A szolnoki születésű biokémikus professzor szabadalma alapján fejlesztették ki az új technológián alapuló koronavírus járvány elleni Pfizer-BioNTech vakcinát. Nálunk közmédia évembere díj, amit minden évben megszavazunk, megválasztunk, hogy ki az, aki úgy gondoljuk, hogy ezt a díjat mindenképp megérdemli. Pap Dániel az MTV-a vezérigazgatója, tehát a 2020-ban alapított évembere díjat. A következő években azok kaphatják meg, akik szakmai pályafutásukkal és életútjukkal maradandó értéket hoznak létre. A magyar közmédia mégiscsak meg tudja mutatni a magyar társadalom számára, hogy melyek azok a teljesítmények, amelyekre fel kell hívni a figyelmet, hogyha esetleg az emberek számára nem egyértelmű lenne. Hát most 2020-as közmédia évembere díjat olyan személy kapta, ami kérdés nélkül, hogy mindenki tudja a nevét,
Mindenki ismeri a munkásságát, tehát amikor eldöntöttük, hogy ki lesz a díjazott, az is vitán felüli volt, hogy Karikó Katalin fogja kapni. Karikó Katalin az úgynevezett mRNA-s oltás működését szabadalmaztatta. Lényege, hogy nem az egész vírust, hanem csak annak egy genetikai információját juttatja a szervezetbe, amely alapján a szervezet először létrehozza a vírus tüskefehérjéjét, majd arra reagálva előállítja az ellenanyagot, amivel aztán képes leküzdeni a fertőzést. Karikó Katalin pályáját a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kezdte, majd az Egyesült Államokban folytatta. Amerikából Németországba ment, ahol a BioNTech kutatójaként dolgozott tovább. Itt 2018-ban messenger RNA-s alapú influenza elleni vakcina fejlesztésbe kezdtek. Mire megjelent a koronavírus, a modern oltóanyag már az állatkísérleteknél is bizonyított. A világhírű professzor azt mondta, munkája során sohasem veszítette el a lelkesedését, ez segítette át a nehézségeken. Akkor valami összefüggést felfedezek, és akkor nagyon izgatott leszek, és abba se tudom hagyni, és órákon át csak nyomozok. És ez nagyon élvezetes dolog, úgyhogy ha valaki kutató akar lenni, akkor élveznie kell, és boldognak lenni. Hát az a legfontosabb, akkor nem vesszük azt, hogy ez egy munka, hanem csak szórakozás. Jó napot kívánok! Az Ez itt a kérdés stúdiójában is járt Karikó Katalin, az M5 portré műsorában életének és munkásságának fontos állomásairól beszélt. Az adást május 23-án vasárnap 19 órától láthatják a nézők. Külföldi járványhírekkel folytatjuk, egészen pontosan kettő országból van most friss hírem. Az első az Ausztriából, elfogadják a Sinopharm oltást, illetve az erről szóló igazolást Ausztriában. Eddig úgy tűnt, úgy volt, hogy csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákat fogadják el, de miután a Sinopharm megkapta a WHO engedélyét és ajánlását, ez is megfelel már az osztrák politikusoknak. Ausztriában egyébként holnaptól enyhítik az óvintézkedéseket, illetve a beutazási feltételeket azok számára, akik igazolni tudják, hogy védettek, vagy pedig van friss negatív tesztjük. És holnap kezdődik a korlátozások fokozatos feloldása Franciaországban is. Az éttermek teraszain kiszolgálhatják a vendégeket, de emellett nyitnak a mozik, színházak, múzeumok és például az állatkertek is. Ezek többsége október vége óta, tehát több mint fél éve zárva volt. Franciaországban nincsen védettségi kártya, viszont szigorúan korlátozzák, hogy mennyi vendég mehet be egy-egy helyre. Nem is lenne igazságos ott a védettségi igazolvány, hiszen egyelőre csak 30%-os az átoltottság, rengeteg vannak olyanok, akik kérnének oltást, de egyelőre nem jut nekik. Nagy volt a sürgésforgás az éttermekben és a kávézókban Franciaország szerte kedden. A dolgozók lepucolták az asztalokat és kifényesítették a poharakat. Szerdától ugyanis a vendéglátóhelyek teraszai ismét fogadhatnak vendégeket. Megállás nélkül cseng a mobilom, a törzs vendégeim elsőként foglaltak asztalt, mondta egy étterem tulajdonos. A vendéglátóhelyek egyelőre csak 50%-os kihasználtsággal működhetnek, egy asztalnál pedig legfeljebb 6-an foglalhatnak helyet. Franciaországban az éttermek és a kávézók 40%-a rendelkezik terasszal, ezért többen úgy döntöttek, hogy megvárják a június 9-ét, amikor már a belső tereket is kinyithatják. A párizsi Orsay Múzeum festményei is visszakerültek a helyükre. A 6 hónapig tartó zárlat idejére a raktárban helyezték el a felbecsülhetetlen értékű alkotásokat, hogy megvédjék azokat a portól és a fénytől. A Szajnaparti Múzeum szerdától ismét látogatható. A közönség már alig várja, hogy visszatérjen, ez nagyszerű dolog, mert már nekünk is nagyon hiányoztak, mondta a múzeum igazgatója. A nagy érdeklődésre való tekintettel több kiállítás időpontját meghosszabbították. A járványhelyzet miatt azonban naponta mindössze 5000 látogatót fogadhatnak. A mozik és a színházak és az állatkertek is csak 35%-os kapacitással nyithatnak ki. Párizstól 70 kilométerre Claude Monet kertje is megnyitja kapuit. A francia impressionizmus atya több mint 40 évig élt Giverny-ben. Ez Claude Monet tava, ez az, amit a turisták igazán látni akarnak a háttérben a fűzfával, amely éppen most kezd virágozni, mondta az egyik kertész. Az 5 holdas színpompás virágokkal borított kert és a vízililiumokkal tarkított tó a festőművész több alkotását is megihlette. Az érdeklődők Monet egykori otthonát is megtekinthetik, ám egyelőre naponta csak 200-an. A fokozatos nyitást a kedvező járványügyi adatok teszik lehetővé. A kormány az oltást is felgyorsította, ez ugyanakkor még mindig nem jelent túl sokat. A vakcina hiány miatt a 68 milliós Franciaország átoltottsága még a viszonylag alacsony 30%-os uniós átlagot sem éri el.
Magyarország bővíti az együttműködést a Rheinmetall nevű német védelmi ipari vállalattal. A részletekről Orbán Viktor egyeztetett a cég vezetőjével a Karmelita Kolostorban. Megállapodásokat írtak alá légvédelmi fegyverrendszerek és más haditechnikai eszközök gyártásáról. Emellett szó volt a hadipari kutatásfejlesztésekről, valamint Magyarország védelmi és gazdasági megerősítéséről. A magyar kormány nem fogadja el, hogy globális minimumadót vezessenek be, mert ez Magyarországon adóemeléshez vezetne, ezt mondta Szijjártó Péter Párizsban, miután találkozott a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet főtitkárával. A külügyminiszter szerint senkinek nincsen joga kívülről beavatkozni a magyar adópolitikába. Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy az adókulcsok megállapítása nemzeti hatáskörben maradjon. Nem fogadjuk el a globális minimális adó bevezetését, hiszen az Magyarországon adó emeléshez vezetne, és az elmúlt évtizedben bebizonyosodott, hogy az adó emelések útja zsákutca, az adó csökkentések jelentik a legjobb ösztönzőt a munkahelyek létrehozására és a gazdaság növekedésére. Ezért Magyarország továbbra is a segély helyett munkát elvet alkalmazza, és azon leszünk, hogy a jövőben is az adó csökkentés politikáját fenntartsuk. Brutális meglepetés, bomba meglepetés, nagyon-nagyon kedvező. Ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel írták le komolyan vehető gazdasági elemzők a friss GDP adatot. A várakozásokkal ellentétben nem csökkent, hanem jelentősen nőtt a magyar gazdaság teljesítménye az első negyedévben 2020 utolsó negyedévéhez képest. Ez azt jelenti, hogy a járvány harmadik hullámát kifejezetten jól vészelte át gazdasági szempontból Magyarország. Hamarosan visszakapaszkodik a GDP a járvány előtti szintre. A pünkösdi hosszú hétvégére készülnek ebben a Zamárdi hotelben. A járvány óta ezek lesznek az első olyan napok, amikor a szobák több mint felében lesz vendég. A novemberi zárás óta veszik igénybe a dolgozók utánjáró bértámogatást és a munkáltatói adómentességet is. A cég egyik vezetője azt mondta, az állami támogatásokkal sikerült megtartani mind az 52 dolgozót, akiknek a járvány alatt sem csökkent a fizetése. Ez nagyon szükséges volt ahhoz, hogy túléljük ezt a nagyon nehéz időszakot, és nyilván egy felkészült, rutinos csapattal vághatunk neki most május 1-től a nyitásnak. Májusra is kérhetik a szállásadók, a vendéglátók és a szabadidőágazatban tevékenykedő cégek a bértámogatást és a munkáltatói adómentességet. De elengedi a kormány a katások májusi havidíját azoknak a szolgáltatóknak is, akiknek tavasszal zárva kellett tartaniuk. Ezzel 11 milliárd forintot hagy a kormány az érintett vállalkozásoknál. Több mint 1000 milliárd forinttal segítette a vállalkozásokat a hiteltörlesztési moratórium is. Ez az az összeg, ami tavaly március óta, vagyis a járvány kitörése óta a cégek zsebében maradt. A moratórium a családoknak is mentővet jelent. Az eredetileg 2020 végéig tartó fizetési könnyítést tavaly évvégén hosszabbították meg fél évvel. És már vizsgálják, hogy szükség van-e a folytatásra. Ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy a várakozásokhoz képest sokkal jobban teljesítette a magyar gazdaság az év első három hónapjában. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint csaknem 2%-kal bővült az előző negyedévhez képest. Ez még az optimista elemzők várakozását is felülmúlta. Tehát a magyar gazdaság teljesítménye igen erős visszapattanást, felpattanást mutatott. Amíg a piaci szakértők a bruttó hazai termék zsugorodására számítottak, addig a magyar gazdaság újraindult, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt mondta, a cégek jól hasznosították a kormányzati támogatásokat és alkalmazkodtak a kihívásokhoz. Ezzel hazánk lépéselőnyhöz jutott az uniós tagállamok között. Mindez tehát azt mutatja, hogy a gazdaságvédelmi intézkedések, amelyeket 2020 március óta folyamatosan hoztunk meg, eredményesek, a magyar gazdaság újraindulása megkezdődött. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a koronavírus már nem tud ártani a magyar gazdaságnak, mert megerősödtek azok az ágazatok, amelyek a járvány előtt is pörgették a GDP-t. Szajlai Csaba azt mondta, azért is kiemelkedő az 1,9%-os bővülés, mert az év első három hónapjában még komoly korlátozások voltak érvényben, vagyis a további fellendülés is gyorsabb lehet a vártnál.
Korábban maximum 4-5%-ot jósoltak, most már 5-6-7%-os jóslások is vannak, amely a mindennapokban is érvényesülni fog, hiszen visszatérnek azok a fogyasztói szokások, amelyektől sajnos el kellett búcsúznunk. Ugye teljesen más volt az életünk, ami nagyon pozitív szerintem, hogy hamarabb tér vissza a normális életünk. A kormány most úgy számol, hogy éves szinten legalább 4,3%-os gazdasági növekedés várható Magyarországon, ami egy visszafogott becslésnek számít. Az Európai Bizottság például friss előrejelzésében már 5%-os, jövőre pedig ennél is nagyobb 5,5%-os bővülést jósol a magyar gazdaságnak, ami a negyedik legjobb adat az Unióban. 50 milliárd forintos kerettel hirdetett pályázatot az Agrárminisztérium terménytárolók és például szárítók vásárlásához. Az mindig a jobbik eset, hogyha a tárolás okoz gondot, mert az azt jelenti, hogy bőven volt mit betakarítani. De ez a pályázat a tárolási gondokat is megoldhatja több gazdaságban. A napokban már volt róla szó itt a Híradóban is, hogy az őszi vetések szépek, és közben a tavaszi munkákkal is jól haladnak a gazdák. Aranyat érő májusi eső van bőven. A kismalacok étvágyára nincs panasz ezen a nyíregyházi sertéstelepen. 1000 kocát nevelnek itt, ezért nem mindegy, hogy mikor és mennyiért vesznek takarmányt. Hogy versenyképesek maradjanak, folyamatosan fejleszteniük kell. Ehhez nyújt most segítséget számukra az állam. 50 milliárd forint értékben hirdettek ugyanis pályázatot állattenyésztési telepek felújítására. A takarmányárak jelenleg nagyon magas szinten vannak, hiszen a terményárak az elmúlt hónapokban is jelentősen megemelkedtek, ezért kénytelenek leszünk beüzemelni rövid távon is középtávon a saját takarmánykeverő üzemünket. Ezzel egyrészt szállítási költséget takarítunk meg, másrészt pedig a terményeknek a bekeverése itt a telep mellett történhet. A következő időszakban hazánkban soha nem tapasztalt mennyiségű pályázati forrás áll majd a magyar gazdák rendelkezésére. Nagy István agrárminiszter az M1-en kedreggel arról beszélt, hogy augusztusban a növénytermesztők számára nyílik pályázati lehetőség. Ebben terménytárolók, szárítók és tisztítók felújítására vagy építésére lehet majd pályázni. Az elnyerhető összeg pályázónként minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint. Azt a célt szolgálja, hogy ne kelljen a gazdáknak kombájn alól eladni a termést. Hiszen nagyon sokszor előfordul az, hogy erre kényszerülnek menni is tárolókapacitásuk, nincs megfelelő infrastruktúrája a gazdának, ezért mindig a legolcsóbban kényszerül eladni dömpingáron, aratáskor. Ha belegondolunk, a tavalyi kukoricaárba kezdődött 40-45 ezer forintnál, és most 75 ezer forint fölött vagyunk a tonnánkénti árba. Nem mindegy. A kormány kiemelt célja a gazdák, a magyar vidék versenyképességének növelése. Az agrárminiszter kedd délután egy gazdákkal tartott beszélgetésen azt mondta, a hazai agrárium óriási lehetőség előtt áll. Csak ebben az évben 1150 milliárd forintot szeretnének a gazdák rendelkezésére bocsájtani. Ez nagyjából annyi, mint amennyi az előző 7 évben jutott mezőgazdasági fejlesztésre összesen. A következő 7 éves ciklusban 4265 milliárd forintot tudunk beruházásokra fordítani a vidék számára. Ez a szám így önmagában nem jelent semmit. Ha azt mondom, hogy ez pontosan háromszor akkora, mint a megelőző 7 éves időszaknak a fejlesztési forrásai voltak, akkor már nagyjából képbe vagyunk, hogy mekkora is ez az összeg. Hozzátette, a következő hetekben folyamatosan jelennek meg újabb pályázati kiírások. A kisállattelepek számára például 50 milliárd forint értékben hirdetnek pályázatot, de hamarosan az élelmiszeripar számára is elérhetők lesznek új források. Megerősítette Novák Katalin miniszter az idősek tanácsának ülésén, hogy a megszokott novemberi időpont helyett már júniustól megemelik a nyugdíjakat, vagyis a vártnál magasabb inflációhoz igazítják az összegeket januárig visszamenőleg. Június elejétől az a 2,5 millió ember, aki nyugdíjra vagy nyugdíjszerű ellátásra jogosult, az megkapja a tervezett és a tényleges infláció közötti különbözetet, tehát egy nyugdíjkorrekciót hajtunk végre. Ez egy 0,6%-os nyugdíjkorrekciót jelent egyébként, tehát 2,5 millió főt érint és 26 milliárd forintot jelent az ő számukra összességében.
Alig, hanem új kategóriát állított fel Karácsony Gergely a nyelvtanulással, nyelvtudással kapcsolatban. Egy tegnapi interjúban azt mondta, hogy hiperpasszív angol tudása van, hiperpasszív. Nagyon sokat olvasott már angolul, kicsit kellett írnia is, saját bevallása szerint, és speciális angolt beszél, de folyamatosan fejleszti. Megígérte azt is a főpolgármester, hogy ha a hiányos idegen nyelvtudása ellenére mégis miniszterelnök lehetne, akkor angolul tart majd sajtótájékoztatót. Nekem egy ilyen hiperpasszív angol tudásom van. Mondta hétfőn este az ATV-ben Karácsony Gergely. A budapesti főpolgármester angol tudása már napok óta téma a hazai sajtóban. 2013-ban a baloldali átlátszó.hu feszegette a párbeszédes képviselők nyelvtudását. Karácsony Gergelyről azt írták, angolul középfokon beszél, mindezt azonban bizonyítvánnyal nem tudták alátámasztani. A Magyar Nemzet felidézi a főpolgármester egy korábbi önéletrajzát is, amiben az olvasható, 2007-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetében PhD fokozatot szerzett. Az adatokat a párbeszéd logója alatt 2017. december 14-én publikálták. Úgy tűnik, sem az angol középfokú nyelvvizsga, sem a PhD fokozat nem létezik. Excuse me, can you answer one question, please? Why do you want to become the Prime Minister of Hungary? Karácsony Gergely egy hétfő délutáni interjúban nem is válaszolt az egyszerű angol kérdésekre. Pedig az ATV-ben nem csak arról beszélt, hogy, ahogy ő fogalmazott, hiperpasszív az angol tudása, hanem azt is fejtegette, hogy ő csak a szakmai angolt beszéli. A hétköznapiban nem annyira jó, de sokat olvasott és írt is angolul korábban. Speciális angolt beszéltem, mert én ugye társadalomkutató vagyok, és angolul nagyon sokat kellett olvasnom, még kicsit írni is. De az a speciális, akkor az több, mint az átlag, mert hogy az mélyebb. Nézőpont kérdése, ez egy ilyen szaknyelv. A főpolgármester azt is megígérte az ATV-ben, hogy esetleges választási győzelme esetén egy nemzetközi sajtótájékoztató mutatja meg nyelvtudását. Csak hogy egy ilyen sajtóeseményt egyszer már tartott Karácsony Gergely. 2019-es megválasztása után azonban pártársa segítségével tudott csak válaszolni az angolul feltett kérdésekre. Van egy fontos különbség. Kedden ismét megkapta a kérdést, ezúttal már magyarul. Most próbáljuk meg magyarul, hát ha úgy azért tud beszélni. Szóval hogy értékeli? Ott van az autója egyébként, segítünk. Nyugodtan, arra van az. Karácsony Gergely azonban ekkor is kitérő választ adott. Miért nem tud angolul egyébként? Vagy mit jelent az a hiperpasszív angol tudás, vagy speciális angol tudás? Hogy szerzett így diplomát? De szerintem ő pontosan tudja, mi a válasz erre a kérdésre. Hát nem, azért kérdezem. Pár órával később Dunaújvárosban az M1 hasonló kérdésére már indulatosabban felelt a főpolgármester. Azt szeretném mondani önnek, hogy szégyellje magát. Itt egy nagyon fontos ügy miatt jössz, szégyellje magát, ezt szeretném mondani. De láthatóan a baloldali összefogás vezéralakjának Gyurcsány Ferencnek sem tetszett az M1 érdeklődése. Gyurcsány elnök úrtól lehetne esetleg kérdezni? Miért is nem? Azt szeretném mondani önnek, hogy szégyelj. Itt is jól látszik, hogy igyekszik tagadni a valóságot. Karácsony Gergely napok óta nem válaszol érdemben a neki feltett kérdésekre, sőt, most már láthatóan ingerült lett a téma hallatán. Deák Dániel elemző szerint Karácsony Gergely reakciója egy jól ismert politikai taktika. Látszik, nagyon kényelmetlen számára ez a helyzet, hiszen a doktori végzettségével kapcsolatos kérdések kínosan érintik őt. Korábban azt állította, hogy rendelkezik ilyen végzettséggel, ugyanakkor kiderült, hogy elbocsátották az egyetemről, hiszen nem felelt meg a követelményeknek, nem akar egyértelműen nyíltan válaszolni ezekre a kérdésekre, inkább rögtön személyében kezdi el támadni azt, aki felmeri tenni ezeket a kérdéseket. Az Origó egy hosszabb cikkben gyűjtötte össze azokat az ellentmondásokat és fehér foltokat, amelyek Karácsony Gergely nyelvtudása és állítólagos doktori fokozata körül felmerültek. Azt írják, nem tud angolul, hamisan írta egy angol nyelvű publikációra a nevét. Nincs nyelvvizsgája, kirúgták a doktori iskolából, és amikor angolul kérdezik, elmenekül. A baloldali előválasztásban résztvevő pártok Európában egyedülálló módon a legmagasabb szintre emelték hazájuk elárulását, így látja a CÖF. Csizmadia László, a CÖF CÖKA elnöke azt mondta, a baloldali pártok külföldről kapnak segítséget ahhoz, hogy zsoldosként ártsanak Magyarországnak. Szerinte csak látszólagos az az egység, amit a baloldal mutat, és csak egyetlen céljuk van, megbuktatni a kormányt. A CÖF-CÖKA az objektív választói akarat kinyilvánítására ösztönöz.
mielőtt döntünk, az elmúlt 11 év eredményeit hasonlítsuk össze az előttivel. Az akkori kormányzás időkapszulájának felbontása 30 évvel röpítené vissza politikai, gazdasági és társadalmi életünket. Mert hogy igaz az a mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. A Wollner párt szerint Karácsony Gergely képében térne vissza a Gyurcsány korszak, hogyha a baloldal nyerne 2022-ben. Wollner János azt mondta, a baloldal a fővárosi receptet követné, és országosan is visszahozná Gyurcsány Ferenc embereit. Visszahozzák azokat a politikusokat, akik egyszer már megbuktak a korrupciójuk, a magyar ellenes politikájuk miatt, ezeket a hazug politikusokat készül Karácsony Gergely ismét visszahozni. Létre kell hozni egy nyilvántartást azokról, akik gyerekek sérelmére követtek el bűncselekményeket, szexuális bűncselekményeket. Ezt javasolja a pedofil ellenes törvénycsomag első pontjaként Kocsis Máté. A Fidesz frakció vezetője a Facebookon azt írta, jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek a törvénytervezetet. Szerinte a tervezett nyilvántartás sok esetben meggátolhatja, hogy a pedofilok újra gyermekek közelébe kerüljenek. Kocsis Máté hangsúlyozta, nincsen rendjén, hogy a pedofilok sokszor túl enyhe büntetést kapnak, meg kell védeni a gyermekeket, az elkövetőkre pedig szigorúbban kell lesújtani. Szinte példátlan bevándorló roham indult meg Marokkóból, Ceuta és Melilla, vagyis az Afrikában található két Spanyolországhoz tartozó város irányába. Ceutába egy nap alatt több mint 6000 jutottak át. Ez még a baloldali spanyol kormánynak is sok. Spanyol források szerint a marokkói határvédelem szándékosan nem fékezte meg a tömeget egy spanyol-marokkói diplomáciai vita miatt. Bármi is áll a háttérben, jól mutatják az események, hogy mennyi bevándorló akar útnak indulni Afrikából Európa felé. Az Európai Bizottság közben megint és még mindig kvótákat akar. Dulakodva, szinte egymást letaposva próbáltak átszállni a migránsok a csónakjukról a német CI-4 nevű csempészhajóra a földközi tengeren. Az NGO 6 különböző akció során vette fel az embereket a líbiai partoknál, majd összesen 400 migránssal a fedélzetén elindult Európa felé. Málta azonnal nemet mondott a befogadásra, a hajó így Szicília felé vette az irányt, csak hogy ott sem kapott kikötési engedélyt. Az olasz belügyi államtitkár közölte, a közös teherviselés jegyében szerinte a hajónak Németországban kell kikötnie. A helyzet nem csak a földközi tengeren feszült, az Afrikában található, de Spanyolországhoz tartozó Ceuta városába ugyanis szinte özönlenek a migránsok. Egy nap alatt több mint 6000 jutottak át a marokkói partszakaszról spanyol területre, ez rekordnak számít. A fiatalok el akarják hagyni az országot, ott ugyanis nincs munka, mondja ez a marokkói férfi. A madridi kormány azonnal reagált, 200 rendőrt küldött a térségbe, a rendfenntartók páncélozott járművekkel érkeztek meg a partra, kora estig már 2700 bevándorlót toloncoltak vissza Marokkóba. A ceutai események nagy visszhangot váltottak ki az Európai Parlamentben is, ezzel együtt pedig ismét szóba került a kötelező szétosztás is. A baloldalon ugyanis a legális bevándorlási csatornák megteremtésében látják a megoldást. Az Európai Bizottság belügyekért felelős biztosa arról beszélt, szerinte az uniós tagállamoknak szolidaritást kell vállalniuk a nyomás alatt álló országokkal. We can't continue with ad hoc solutions. Nem folytathatjuk rögtönzött megoldásokkal, jelenleg önkéntes alapon történik az érkezők elosztása, de ez nem elég, ezért javaslom a migrációs csomagban a kötelező szolidaritási mechanizmust, fogalmazott Ylva Johansson. 6 éve tart a migránsválság, ám az EU még mindig ugyanazokat a hibákat követi el, így reagált a Fidesz EP képviselője. Hídvégi Balázs hozzátette, a válság is soha nem fog megszűnni. Az EU-nak egyszer és mindenkorra világossá kell tennie, hogy az illegális bevándorlás nem elfogadható, sem a tengeren, sem a szárazföldön. A menekült kérelmeket az EU határain kívül kell elbírálni. Aki nem kap menedékjogot, nem maradhat, vissza kell mennie. Európának megfelelő üzeneteket kell küldenie, például az NGO hajókat, amelyek együttműködnek az embercsempészekkel, meg kell állítani, fogalmazott Hídvégi Balázs.
Egyelőre azonban szó sincs megállításról, a nyomás pedig egyre nő, derül ki az Uniós Határ- és Partvédelmi Ügynökség jelentéséből. Az év első 4 hónapjában mintegy 36 ezeren próbáltak az Európai Unió területére jutni, egyharmaddal többen, mint egy évvel ezelőtt. A szárazföldön idén már 2-szer annyian jöttek, mint tavaly, ez pedig a balkáni útvonal országaiban a saját bőrükön is érzik a helyiek. A vajdasági Zomborban 720 bevándorló várakozik csak a befogadó központban, és becslések szerint mintegy 1000-en azon kívül is. Grozna nem je. Borzalmas a helyzet, nem érzem magam biztonságban. A férjem reggel elmegy dolgozni, mi pedig egyedül maradunk. A betörések mindennaposak, és azt is hallottam, hogy a házakban késeket hagynak figyelmeztetésként, hogy oda még visszatérnek, mondja ez az édesanya. A migránsok többsége innen Magyarország felé indul, van, aki 9-10-szer is próbálkozik illegális határátlépéssel. A déli határon csak hétfőn 273 bevándorlót fogtak el, vagy állítottak meg a rendőrök. Erőteljesebben kell fellépniük a V4-eknek, hogy ne szenvedjenek el megkülönböztetést az Európai Unióban. Ezt írta Orbán Viktor egy Mikulás Zurindának, Szlovákia korábbi miniszterelnökének címzett levélben. A kormányfő úgy fogalmazott, mi közép-európaiak látványos megkülönböztetést szenvedünk el az Unióban, és ha nem lépünk fel erőteljesebben és közösen, ez a helyzet nem fog megváltozni. Orbán Viktor hozzáteszi, ha az országainkba beáramló uniós pénzt és a tőlünk kivitt profitot nézzük, akkor végül Szlovákia és Magyarország is rosszul jár. Magyarország vesztesége 80%, Szlovákiáé pedig több mint 90%, ezt írta Orbán Viktor. Május 1-e óta a kalandparkokat is lehet itthon látogatni védettségi igazolvánnyal. Az igazi nagyüzem a pünkösdi hétvégén indulhat be, hogyha végre jó idő lesz néhány napig. Most már az ország minden táján lehet biztonságos, jól felszerelt, izgalmas kaland- és élményparkokat találni. Ezek a felvételek még nyáron készültek, amikor Molnár Csilla, az M1 meteorológusa motorral járta be az országot. Így mutatta be a nézőknek Magyarország legszebb tájait és sokszínű programjait. Köztük a 2009-ben megnyitott Sobli-Jóska kalandparkot is, ahol kipróbálta hazánk egyik leghosszabb drótkötélpályáját. Idén már családi hullámvasút és kicsiknek szánt csónakhinta is várja a családokat, a biciklizés szerelmesei pedig kipróbálhatják a 11 méter magasan függő bringapályát, de van extrém hinta és bobpálya is. De bújj bele, jó? A falmászás technikáit akár a kezdők is kipróbálhatják. A bátor vállalkozók minden mozdulatát profi segítők és modern biztosító berendezések segítik. A fertőtlenítésre és a higiéniai szabályok betartására itt is nagy hangsúlyt fektetnek. Hál' Istennek május 15-ével meg tudtuk nyitni mi is a nagykapukat a vendégek előtt. Ez a hét, illetve a hétközben még nem vagyunk nyitva, de gyakorlatilag a pünkösdi ünnepektől kezdve folyamatosan, mind hétvégén, mind hétköznap várjuk a vendégeket nagy szeretettel. Mások, indulhat. Ez pedig már Sátoraljaújhely, ahol az ország egyik legsokoldalúbb szabadidőparkja található. Az Empléni kalandparkban a népszerű libegő őszre teljesen megújul. A 2 kilométeres bobpálya, valamint a 23 méter magas mászófal évszaktól függetlenül várja a sportolni vágyókat. Nem csak erő kell hozzá, nagyon sok logika. Állóképességet azt maga a mászásra meg lehet szerezni. A fedett épületben 3 éves kortól várják a kalandvágyó vendégeket, de az idősebbek is kedvükre választhatnak nehézségi fokok szerint a pályák közül. A mögöttem látható mászófal 30 mászóútjából 16 új utat építettünk, így gyakorlatilag 4-7 nehézségi fokig 19 méteres magasságig, az áthajlásnál 23 méteres magasságig várjuk majd a vendégeket. A hazai kalandparkok minden korosztály számára kínálnak izgalmakat, ami kitűnő program lehet az egész családnak. A szabadidőparkok csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket és a felügyeletük alatt álló kiskorúakat fogadnak. Több helyen és modernebb körülmények között vizsgázhatnak azok a jövőben, akik jogosítványt szeretnének. A fővárosban már végeztek a fejlesztésekkel, de év végéig az egész országban lecserélik a számítógépeket. Abban nincsen változás, hogy a 20 év alatti fiataloknak biztosítja az állam ingyen a KRESZ vizsgázási lehetőséget, mert jogosítvánnyal könnyebben találhatnak maguknak munkát. Ez egy nagyon fontos kérdés a drónok kapcsán is, mint minden járműnél.
A drónreptetéshez szükséges vizsga tesztjét mutatja a közlekedési vizsgaközpont ügyvezetője. A szakember azt mondja, teljesen új terület a vizsgáztatás során ez a kérdéssor. Február óta lehet drónpilóta engedélyt szerezni. A termek és a felszerelés is teljesen új. Kényelmesebb, modernebb és technikailag is biztonságosabb az új gépeken a tesztkitöltés. A tervek szerint nem csak a fővárosban, hanem az egész országban lecserélik az elavult számítógépeket. Ebben az évben szeretnénk lecserélni az összeset új eszközökre, tehát teljesen új számítógépek állnak majd rendelkezésre évvégéig, ahol a vizsgát megtehetik az egész országban, tehát ez több mint 30 vizsgatermet jelent, és összesen több mint 600 új számítógépet. Alapvetően nyilván a szebb, a korkövetelmények megfelelőbb olyan képarányjal rendelkező számítógépek, amik az idejét múlt egyébként még kisebb felbontású számítógépeket váltják le. Tehát ez egy jobb vizsgakörnyezetet eredményez a vizsgázóknak. Országos viszonylatban a legtöbb járművezetői vizsgára Pest megyében jelentkeznek. Ezért is volt fontos, hogy egy új és korszerűen felszerelt helyszínt biztosítsanak a közlekedési alkalmassági és vizsgaközpont épületében. Így elkerülhető, hogy a torlódás miatt várakozni kelljen a vizsgaközpontokra, mondta Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a vizsgahelyszínek fejlesztése kapcsán. Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk, hogy a közép-magyarországi tanulóknak se kelljen a jelentkezésüket követő két hétnél tovább várniuk a vizsgázási lehetőségre, mindenképpen új helyszínt kellett nyitni. Ezért alakította ki ezeket az új termeket, ahol a vizsgákat le lehet bonyolítani, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Ezek segítségével évente akár 40.800 ember számítógépes vizsgáját, illetve 16.320 írásbeli elméleti vizsgát is meg lehet majd tartani. A központban nem csak számítógépes, hanem további írásbeli és szóbeli vizsgahelyszíneket is megnyitottak.